blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. What a wonderful world. They're really saying I love you. What a wonderful world. Szia, papucs! Majd máskor. Úgy néz ki, hogy a mai nap nem egy rövidgatyás, rövidújus, pólós idő lesz. Oké, öltözködjünk akkor fel. Normálisan. Viszont nagyon jó hírem van. Azt írta a telefon, hogy ma megkapom a csomagot. Azaz úton van, reggel 6 órakor még vecsésem volt, úgyhogy most nem tudom mennyi az idő, mert nincs nálam az órám. De arra számítok, hogy körülbelül 10 óra tájékán csöngetni fog a futár, és megjön a csomag. A rejtélyes csomag, amire körülbelül jó egy hete várok már. Viszont a jó hír mellett van egy rossz hír is, hogy addig nem fogom tudni használni ezt az eszközt, ameddig odakint ilyen f*** az idő. Ti reggeliztetek már? Menjünk, együnk egy jó angol reggelit. Tudjátok, milyen az angol reggeli? Majd mindjárt megtudjátok. Sajnos az angol konyha nem igazán, hogy fogalmazza, konkrétan s***a. De egy jó angol reggeli az nagyon hibátlan tud lenni. Ha jól van elkészítve és minőségi alapanyagokkal dolgozunk. Nézzük, mi kell hozzá. Kell hozzá két személy, aki megfőzi. Az egyik személy Évi, a másik személy meg hát nyilván én. Igazából, amit most fogunk készíteni angol reggelit, ez egy butított verziója, úgymond. Igen, fogalmazhatok így. Az igazi angol reggelinek, hiszen az angol reggeliben még van szoszicsot, azaz a kis kolbászkák, ami nem ugyanaz, mint itt Magyarországon a kolbász, hanem az attól sokkal rosszabb. Igaz, nem mindegyik, mert azokból is van a jó minőségű, az egész tűrhető és finom az íze. Vétrózos. Igen, a vétrózos, Évi mondja, hogy a vétrózos az jó. Mi van még benne? Ja igen, a véres hurka, jól tudom. Annak mi a neve angolul? Bloody hell. Bloody hell. Dehogy bloody hell. Nem tudom. Mindegy, a véres hurka, az egy ilyen korong, úgy néz ki, mint egy jéghoki korongja, és azt is meg szokták sütni. Készítik még hash brown-nal, ami ugye az a krumpli sült, mi az? Az magyarul... Mi a t-om az? Az a háromszög alakú darált krumpli, reszelt krumpli. Háromszög alakú darált krumpli. Reszelt. A háromszög alakú darált krumplit, gyakorlatilag ez ki van sütve forró zsírba, ezt is hozzá szokták rakni. Jó, akkor kezdjük is. Na hát elkészült a reggelink. Jó étvágyat kívánok mindenkinek az ebédhez. Reggelihez. Hát az jó. Jó étvágyat kívánok mindenkinek a reggelihez. Meg kell mondjam, hogy elég nagy az izgalom, hiszen még mindig várom a csomagot, és még mindig nem érkezett meg. Ebben a várakozásban bele lehet egyszerűen. Elindulunk a városba, aztán majd meglátjuk, hogy időközben megjönni a csomag, vagy nem. Egyébként van egy olyan érzésem, hogy tuti akkor fognak jönni, mikor innen kihajtok a bejáróról. Általában ez mindig így szokott lenni. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of
Na, mi van a kezembe? Mi van a kezembe? Ma hamarosan meglátjátok. Fú, baszki, ennek jó súlya van, körülbelül 10-12 kiló biztos, hogy megvan. És most következik az, ami a múlt héten nem volt. A hihetetlen hírek, hihetetlen helyeken is kellene, hogy játszódjanak, nem igaz? Ez a WC-hez szerintem tökéletesen egy hihetetlen hely. Azért vagyok itt, ugyanis Sophie már alszik, és bent a szobában nem nagyon illendő hangoskodni, nehogy felébresszem. És ez a háznak a legtávolabbi pontja, úgyhogy ide kényszerültem a WC-re. De nem WC-zek, mert igazából nadrágban vagyok. Szóval mindenki nyugodjon meg. A mai hihetetlen hírekben örömmel jelentem, hogy megdőlt a fejberugás rekordja. Várjatok, mi? A fejberugás rekordja. Esküszöm, hogy ez egy Guinness rekordok könyvébe belekerült rekord. Ennek az a lényege, hogy egy perc alatt hányszor tudod önnön magadat fejbe rúgni. Ezt a rekordot egyébként már 9-szer megdöntötték a világon, most a legújabb rekord a 143. Tehát 100, te tudod ezt képzelni? 143-szor fejbe rúgod magadat egyetlen egy perc alatt. Ez egy nepáli férfiú, aki megdöntötte ezt a rekordot. Mindenkinek további kellemes önfejberugást kívánok. Ennyi volt a mai vlog, köszönöm szépen a figyelmeteket. Egyébként ez külön élmény, ezt a WC-t lehet, hogy be kéne rendezni egy ilyen kis mini stúdiónak, csak az a baj, hogy nagyon vízhangzik. Találkozunk holnap. Készítve és minőségi alapanyagokból. Ha jól van elkészítve és minőségi alapanyagokból. El kell mondani, még egyszer, mondani. Ha jól van elkészítve és minőségi alapanyagokkal dolgozunk. Ja, tényleg ez az.